Hard times create strong men. Strong men create good times. Good times create weak men. Weak men create hard times. Kicsim, gyere, sietnünk kell! Kész vagy? Ne eszed fel. Ez. Jaj, nem, már ezt nem szeretem. Eddig ez volt a kedvenced. Nyomás, elkésünk. Indulnunk kell, inkább segítek. Egyedül is megy. Persze, hogy megy kicsim. Gyere. Ügyes légy az edzésen. Nincs kedvem edzésre menni. Egyáltalán semmi kedvem nincs hozzá. Kicsi, ügyes leszel. Ne foglalkozom. Ja. Egy kis puszit is légy. Nyomás. Jézusom! Milyen bebelázó van? Gyere már! Puszogjunk meg már! Gyere már! Gyere már!
Hozom már át. Ne vágd már ilyen fejed. Lőd le! Lőd le! Lőd már le! Ne már! Lőd, lőd, lőd! Jó, meghalt! Meghalt? Jó, el kell foglalni. Jó? Ne, 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 ne! Ne, ne! Azaz! Ne! Ne már! Ne! Ne! Jó, lőd le! Lőd már le! Jó, és nyertünk! Ez az! Jó! Itt a pulóveret holnapra. Mit olvasol, kicsim? Mindig csak álmodozol. Isten éltessen, kicsim. Várjál, csináljunk egy szállt. Aztán. Nagyon jól néz ki. Köszönöm. Gumi? Olyan, mint az igazi cipőfűző. Te tényleg nem érted? Kicsi! Milyen volt az edzés? Megismerkedtél a többiekkel? Szerinted? De azért jó volt, nem? Kész vizet? Nem. Sportoló szervezetnek kell a víz.
Hidd el, szeretni fogod. Ne fészkelődj! Ez egy új cipő! Anya, kérlek segíts, baj van.
Megyek már! Megjöttem! Az Istenit! Nem igaz, hogy nekem kell mindent csinálni! Mi ez a disznól? 21 éves vagy, már igazán megtanulhatnál rendet tartani magad körül. És miért tettél? Mondtam, hogy főzök! Kész a vacsora? Keserű vége a torna sornak, tanulom hátul a helyemet. Megszoktam a port, hogy félrelőknek, hogy megütöm sokszor a fejemet.
Gyere, vacsorázunk! Futnak utánam, kergetnek, lincsel szánnak, megvetnek. Na mindegy, végnem ebben élek, búcsút mondtam a szerepemnek. Elkanyarodtam, hogy szétessek, ki jó foga van a rétesnek. Kicsit nagyobb lettem, kicsit kiengedtem, kinőttem a gépből, kicsengedtek. Tudom, hogy tévedtetek, szememben látod a félelmedet. Vettem egy lélegzetet, kiszúrtam a szégyen szemet. Nem igaz, hogy nincs 5 perc csönd ebben a rohadt házban. Mit csinálsz? Háromszor szóltam, miért nem jöttél? Írom a dalaim. Jó, gyere, most vacsorázunk. Mi van? Mi ez? Mit nézel? Ki ez a csaj? Semmi között hozzá. Mik ezek a képek? Már nem vagyok gyerek. Ezt te is jól láthattad. Semmi között az életemhez. Az anyád vagyok. Mindenhez van közöm. Én nem ismerek rád. Én nem ilyennek neveltelek. Olyan aranyos kisfiú voltál, és ahogy viselkedsz velem mostanában, az tűnhetetlen. Persze, hogy nem ismersz. Sosem foglalkozol velem, mindig csak dirigálsz. Még egy zenémet se hallgattad meg. Én mindent feláldoztam, érted?